Na, sziasztok! Folytatom a penumbrát. Elvileg a feliratok a falakon egy kicsit jobban fognak kinézni. Vagy hát elvileg a legjobb minőségben fognak kinézni. Mert azért tudtam őket leolvasni. Pista, te maradj nyugton. Így van, indítás, hálózat, vezérlés. Most már sokkal jobban olvashatóak ezek a feliratok. Na hát, van ugye nálunk három áramkör, amiknek most ki kellene találnunk, hogy milyen programokat kellene rájuk rakni ahhoz, hogy kijussunk innen. Úgyhogy most megpróbálkozunk benne. Szerintem valószínűleg, hogy az áramkör beállítás az szinte biztos. Vezérlő interfész esetleg. Vezérlő interfész. Esetleg a felügyeleti eszköz. Ja, de várjunk, mert meg tudom nézni itt a jegyzetek. Elvileg ennek 3 vagy 4 dolog kell. 3 kell. Áramkörbeállítás szinte biztos. Lemezinformáció. Hát, ez egy jó kérdés. Antivírus esetleg. Sikeres telepítés. Szuper. Akkor egy. Kész. Ezt már át is visszük. Ez az indítás. Hálózat. Hálózatnak mennyi kellett? Öt. Atya, úristen. Hát, hogyha a hálózatra gondolunk, akkor... Olyan banális az emberi élet. Mindig ilyen monoton. Nem bírom tovább! Engedjenek ki! Sajnálom, nem engedlek ki. Te a fejembe maradsz. Szóval, ha hálózatra gondolok, akkor... Tűzfal. Antivírus.
Hálózat felismerő, ha már hálózat. Az áramkörbeállítás szerintem biztos kell, meg esetleg kommunikációs protokoll. Hát igen. Szuper. Ó! Oh! Még itt életre kell a kezembe az áramkör. És akkor már csak egy zöld van, ami a... Mi is? Vezérlés. Vezérlésnek... egy interfész. Négy kell. Ami biztos szerintem az áramkörbeállítás. Vezérlő interfész mondjuk. Pálykezelő. Ez három. Ja, négy kell. Kommunikációs protokoll? Nem. Vezérlő interfészt beraktuk. Felügyeleti eszközt, ezt beraktuk már valahova. Jó. Oké. Szuper. Oké. Na. Na hát ilyen mélyen vagyunk. Jó. Ezen a gépen nincs kártya a rekedben, akkor más már nem tudunk csinálni, ugye? Jó. Oké. Remélem, hogy ez az ajtó nem nyílik ki. Ha nagyon merészek lennénk, akkor így kergetőzhetnénk vele egész nap. Veterán módban nyomnánk a játékot. És akkor talán működik ez a gép is. Működik. Jelenlegi műveletek. Vízbarlang. Ez nagyon jó. Sír. Hát ez itt van mellettünk. Valószínű. Ott volt egy létesítmény. Elsődleges feltárás. Turn gate sír. Projekt ideje 2000 március 3-tól napjainkig. Főkutatás vezető Wilbur Frisk. Korábbi jelleg feltárás. Aktuális jelleg. Xenó kutatás. Háttér. Az elsődleges feltárás az archaikus kaszt grönlandi menedék kutatóállomásának fő célja. A helyszín a menedék létesítmény alatt található, a kutatások 2000-ben már csak 25 éve folytak. 2000. március 3-án fedezték fel a sírt. Jelenlegi cél a sír céljának és tartalmának tanulmányozása. Leletek. A munka oroszlán része a nyelvész csapat, például főnyelvész Howard Lafrescu hatáskörébe tartozik. Ő a következő felfedezéseket tette. A sír valamiféle ősi organizmus élőhelyen volt. Az organizmus talán karantén alatt lehetett. A Turn Gate kifejezése egy gonosz lélekről szóló inuit legendából származik. Love Rescue az elsőleges feltárás azonnali felfüggesztését javasolja. Kiadások. Összesen körülbelül 27.396 munkahét, nyersanyagok körülbelül 53 millió dollár, 2000 április 27-ére ütemezett műveletek. Sír feltárása 2000 május 1. Egy csapat megnyitja a sírt és szondákkal elvizsgálják a szokásos vizsgálatokat. A műveletet Howard Love Rescue ellenezte. Ezt Wilbur Frisk felülbírálta. Az eljárás időpontja 2000 május 1. Végső állapot folyamatban. Oké. Okay. Szóval itt ilyen ősi inuit
le is másoltuk. Inuit átkokat szórnak ebbe a létesítménybe az emberekre, úgy néz ki, hogy ilyen ősi vírusok terjednek. Nagyon örülünk neki. Gondolom Feri meg Pista is nagyon örül neki. Másodlagos feltárás, B-helyszín, vízbarlang. Projekt ideje 1990. december 5, 1999. február 20. Felsőbb rendőri kaszt képviselője Elof Carpenter. Jelleg feltárás. Cél Xenó bizonyítékok és erekék feltárása és megszerzése, továbbá az elsődleges feltárás támogatása. Személyezet. Felsőbb rendőrek 0 fő. A projekt nem minősült elég fontosnak egy felsőbb rendű delegálásához. Vezető kirendelt vegyész Troy Retonescu. Egyre jobb nevek. 91. szeptember 12-én leváltotta Neil Oswald. Elfogadhatatlan magatartást tanúsított. Leletek. 91. december 8. 63-as anyag. Megállapítottuk, hogy ez az elsődleges alapanyaga a persona tardus erekjéknek. Továbbá 18 hónapja az első periódusos rendszeren kívül eső anyag, amit felfedezett az archaikus kaszt. Szóval olyasmi kémiai anyagról van szó, amit eddig nem ismertek, mert nem található meg a periódusos rendszerben. 92. január 6. 66 B erekje. Egy újabb felfedezett erekje, a tulajdonságait jegyzőkönyvbe vettük. A kutatócsapatok továbbra sem tudták meghatározni a működési elvét. Az erekével kapcsolatba került kutatókon észlelhető tünetek megfelelnek az eredeti elméleteinknek az erekét célját illetően. Kiadások, összesen 519 munkahét. Nyersanyagok 12.192 dollár, orvosi ellátás 39.000 dollár. Volt baj rendesen. Veszteségek, ipari balesetek. Három fő az archaikus kaszt elfogadott határértékein belül van. Szuper. Végkimerülés 13 fő. Egyéb halálesetek 2 fő. Megjegyzések. Jelentést tettünk egy valószínűsítő szabotőrről. Több eszköz is meghibásodott vagy eltűnt. Főképp távközlési berendezések. Elmélet. Kiszáradás a kimerültség okozója, ami kihágásokhoz vezetett, kiderítve. Elmélet. Tom Redwood, az eltűnt bányász még mindig a létesítmény területén lehet lezáratlan. Végső állapot lezárva, az ellenséges állatvilág miatt gazdaság talán. Először szórakoztatónak tűnhet, hogy valakinek olyan emlékeihez férek hozzá, amire az nem is emlékszik, de ez később már engem hoz kínos helyzetbe. Ez a szabotőr valamiért a vörös színt juttatja eszembe. Vörös szín. Na, van még itt egy olyan, hogy grönlandi helyszín. Menedékkutató állomás Grönland. Projekt ideje 1973. április 1-től napjainkig. A jelentés elküldte Brent Stefferson, alapítás felügyelő, a jelentés kiegészítette Wilbur Frisk, főkutatás vezető. Jelleg, feltáró és kutatóállomás. Háttér, 1973. január 19-én a központi archaikus kaszt felfigyelt egy nagyszabású ipari balesetre egy elzárt bányában, Észak-Nyugat-Grönlandon. A baleset egyezés mutatott a helyi hiedelemmel, mely szerint néhány évtizedenként megváltozik az állatok viselkedése és növekedése, a bánya környékén pedig különös dolgok történnek és sok öngyilkosság fordul elő. A szóbeszédek központi helyszínre pont a beomlott bánya részt, melyet állítólag egy megőrült bányász robbantott be. Xenó jelenlét gyanítható, teljes körű kivizsgás rendelünk el. Cél: Xenó bizonyítékok és erekék feltárása és megszerzése. Kezdeti személyzet, felsőbb rendőrök 7 fő, vezető személyzet 5 fő, alacsonyabb rendőrök 51 fő, ideiglenes 25 fő, teljes létszám 88 fő. Működés. Két évnyi építkezés után a menedék szinte teljesen önellátó, ezzel kizárva az archaikus titoktartást övező problémákat. A titoktartás veszélyben volt abban az építkezési fázisban, amikor megnövekedett az igény a tengeri szállításra. A menedéket főként kutatók vezetik, őket segíti egy kis létszámú karbantartói és ellátói csapat. A felsőbbrendűek magas létszámára a várató felfedezések fontossága miatt van szükség. A képesítés nem igénylő feladatok és az ellátás elvégzésére a diszkrét helyi falusiakat alkalmazzuk. Helyi falusiak.
eszkimók. Elvetettük a terveket, hogy átalakítsuk a bányakomplexum nagyobb részét az archaikus kaszt igényei szerint, így a munkaállatokat közvetlenül a kutatóállomás alatti ásatáson kezdjük meg, ami fél kilométerre található az 1973-as robbanás helyszínétől. Hű, rengeteg olvasnivaló. Biztonsági szint legmagasabb prioritás. A szokásos eljárás szerint minden dokumentum meg lett semmisítve az építés után, ami a központ létét bizonyíthatná. Mindazok, akik tudnak a létezésére, azok vagy ott dolgoznak, vagy nem jelentenek fenyegetést. A létesítménynek csak nagyon kis mértékben kell a helyiekre támaszkodni a működéséhez. Ezáltal a létesítmény, mint olyan, nem is létezik. Ez az óvintézkedés nem okoz különösebb kellemetlenséget. Leletek 53-as, 63-as és a 70-73-as anyagok. Personatardus erekék, 27 darab. Úgy gondoljuk, hogy valahogy kapcsolatban állnak a nemrég felfedezett sírra. Finis speciális erekék, 10 darab. Az archaikus kasz számára nem érnek sokat, de valamiért nagyon keresett darabok az alacsonyabb rendek körében. Turngate sír. Kiadások titkosítva a végsállapot üzemben. Érdekes, érdekes dolgok. És ezt is ugyanúgy lemásoltuk. Hát, Filip barátunknak volt mit írnia. Nemzetközi munka. További ásatások. A fájsérült megnyitása nem lehetséges. Ez ennyi. Ajtóvezérlés, ajtóazonosító. Volt egy olyan, hogy 3061, ha jól emlékszem. Ugye? Az ajtó nyitva. Eltaláltuk. Ja. Oké. Okay. Mentünk egyet? Egyre nehezebb és nehezebb visszajönni. Minden alkalom egyre többet érzek magamból odabent. Na hát, életelszívó lámpás. Pista meg még mindig a helyén van, ugye? Tudod, szerintem már lenyugodott. Talán csak egy ölelésre vágyik. Miért nem engedett ki? Hát Pista nem nyugodott le. Nagyon nem nyugodott le. Valószínűleg nem is fog soha. De reméljük, hogy ide már nem kell visszajönni, úgyhogy Pista meg nem nyitja ki az ajtót. Kezet egyébként nem adott, de valamit levágott magából. Így erőre nem tudjuk, hogy jutunk be a könyvtárba, de... meglátjuk. Ugyanis van egy olyan, hogy 3061-es ajtó. És azt most elvileg kinyitottuk. Ez a hely még nekem mindig egy labirintus, de... mindent megteszünk a helyes út megtalálásának érdekében. Azt nem tudom. Ja, de várjunk csak, hát itt Feri járkál, ugye? Jól emlékszem? Mindegy, nézzük azt a 3061-es ajtót. Ha jól emlékszem, erre lehet. Vagy nem. Erre volt Feri. És nem tudom, hogy ő meglépette már, vagy még itt van. Hát, nem, szerintem nem képzelődsz. Valaki tényleg van az ajtó mögött. Raktár. Itt voltam már? Még mielőtt elmennénk a 3061-es ajtóhoz, azért benézünk ide. Nem tudom, hogy voltunk-e itt. Nem rémlik, hogy lettünk volna. Aha. Itt ilyen trükkök vannak. Ez... nem tudom, hogy ez megoldja. Arra viszont... így még nem biztos, hogy fel tudok ugrani.
Hát... Oh. Hát ez... Valamilyen nem tudtam visszalépni. Ez nem volt jó választás. És újból itt vagyunk. Hát megpróbálkozunk még egyszer. Kicsit magasabbra. Akkor már azt nem tudom, hogy... Én ezt értem. Mintha az ablak túloldalára lévő fickó valamilyen gázmaszkot szorongatna, azzal talán át tudnék jutni a gázszivárgásom. Ja igen, van egy hely, ahol mérgező gázok terjengnek. Aha. Nagyon Lego feelingje van ennek a játéknak. De hát ennek ez a pikantériája. Ó, és föl tudunk mászni. Ez már elég? Ez már elég? Úgy látom... Igen. A nyakszírt lebeny a látóközpont helye elég fejletlen ennél a majomnál. Úristen. Lássuk csak, ha így kell lesz, látod? Mintha csak gyurmáznál. Nem akarlak megzavarni, amikor épp a logikus probléma megoldó képességedet csillogtatod, de azért segítek. Azt látod, amit akarom, hogy láss. Ha mozogsz, akkor nem működik. Szóval ez nem a lila a dobot, már nem lila. Van egy világító. Ja, nem jelzőfény, bocsánat. Nem sokat használtuk még egyébként ezeket a zseblámpa, meg ezeket a világítórút. Valahogy nem volt rá szükség. Azt nem tudom, hogy ezzel el tudok-e menni. Hát tudok. Nem tudok. Nem tudok. Ezt berakjuk alá. Gyere már. Ha ezt berakjuk alá, akkor esetleg... Hogy tudom én ezt megpörgetni? Nem tudom. Esetleg... Nem jó. Hát annyira nincs fixen oda helyezve, úgy látszik. Úgy látom, mintha ez a szerkezet kapcsolná le a láncot a... és a konténert a helyéről. De hát, hogyha én rárakom ezt, akkor... Érdekes módon, nem? Szakad le. Szerintem ezek egyébként nem ide fognak. És ha itt oldalt elmennék? Ja, ez nincs feljönni. Élelmiszer is egyéb jellát, melyik ha van tele a polc. Vagy álljak fel a tetejére? Esetleg? Azt mondtam, hogy ezt mivel tudom megpörgetni. Megáll ez így. Jó. Hát ezt olyan magasra nem tudom szerintem felrakni. Esélytelen, hogy olyan magasra felrakjam. Súlyt rakok rá, akkor az...
Esetleg most már nincs olyan magason, és át tudok alatta mászni. Hogyha összerakosgatom itt a cuccokat. Ja, valószínű az lesz itt a megoldás. Igen. Itt van egy mentőhely. Dr. Richard Eminis. Róla hallottunk. Ő a jelenlegi pistánk elvileg. Az irányított fertőzés elméleti hatásai. Jelentés Frisk kutatás vezetőnek a felsőbb rendőrek nevében tett kérésére. Jegyzőkönyv kedvéért, mivel még a projekt elején tartunk, nem tartom szükségesnek a jelen információk jegyzőkönyvbe vételét. Ám bár, ha felteszik, hogy a vírus úgyis megfertőzhet egy alanyt, hogy nem veszi el teljesen az irányítás a magasabb rendű agyfunkciók felett, a következőket tapasztalnánk. Valószínűleg, hogy mi is ilyen állapodó vagyunk éppen, hogy még nem vagyunk a legrosszabb állapotban, mint a másik két alanyunk, de meg vagyunk fertőzve. Tény. Lafresc nyelvész a vírus szabadon eresztése ellen tett. Hiába való. Erőfeszítései során helyesen világított rá a tényre, hogy a vírus képes átvenni az irányítást az agy motorikus funkciói felett. Elmélet. Ha a fertőzés egy esetét képesek volnánk irányítani és fenntartani, láthatnánk, hogy a vírus célja minden lehetséges módon életben tartani a hordozóját. Például az öngyilkosság nem megengedett. Továbbá, hogy B. A vírus átveszi az irányítást néhány vagy minden érzékelési funkció felett, hogy lehetővé tegye előbbi célját. Tény. Amikor a vírus megfertőz egy élőlényt, akkor a saját céljainak érdekében, amennyire csak lehet, megváltoztatja annak agyműködését. Elmélet. Ha esetleg a vírus nem lenne képes teljes mértékben átvenni az irányítást, talán felosztaná a gazdatest tudatát, amelynek egy zugában egy másodlagos személyiség alakulhatna ki. Na hát, csak nem a fejünkben lévő bácsika, nevezzük őt. Nem tudom. Legyen mondjuk Bundás. Tény. A Turngate vírus Lafresc szerint egy több évszázados sírból lett kieresztve. Igen, valószínűleg. Elmélet. Ha valamilyen tudati felosztás történne, kézenfekvőnek tűnik, hogy mindkét személyiség, a vírus és a gazda is hozzáfér a másik emlékeihez. Figyelembe véve a vírus korát, az tekintélyes tudásanyaggal rendelkezhet. Ismét felhívnám a figyelmet, hogy a fentiek nagy része csak feltételezés, ezért nem tanácsos semmilyen archaikus protokoll rájuk alapozni. Na igen. Én nem te vagyok. Én egy nagyobb dologhoz tartozom. Mi semmik vagyunk, csak egy tévedés. Vissza kell térnem hozzájuk, engedj el, eresz ki! Ez nem helyes, velük kellene lennem, én, ők aztán vagyok. Én csinálom. Nincsen olyan, hogy automata. Én... Mondjuk, nem ez az első alkalom. Egy másikat is megfertőztek. Rőt. Annyira akart, de nem hagyhattuk meghalni. Kórságnak nevezett minket. Nos, hát ebből az írásból, ugye, bár már volt egy másik fejezés, ami arra próbált minket rávezetni, hogy valószínűleg fertőzöttek vagyunk mi is, csak még nem értük el azt a magas szintet, hogy teljesen átvegye az irányítást a vírus felettünk. És ugye ezt a Turngate vírust úgy gondolják, hogy egy régi, hát mondhatnánk azt is, hogy jégbe fagyott vírus,
ami lényegében a mi világunkra is vissza lehet, mert hát amúgy is ugye egy létező helyen vagyunk, Grönlandon, és ugye a amúgy is mondják, vagy mondták már tudósok, hogy valószínűleg vannak olyan vírusok a jégbe fagyva, amik, hát ha kiszabadulnak, akkor nem tudni, hogy az emberiségre milyen hatással lesznek. És úgy néz ki, hogy ebben a fikciós világban ez most megtörtént. Amúgy a mi életünkben is bármikor megtörténhet. Hiszen nem tudni, hogy mik vannak ott jégbe fagyva. Úgyhogy egy kicsit úgymond valóságos is a játék, vagy hát valóságos történéseket produkál. Nem tudok beszélni. Szóval a lényeg az, hogy ez akár velünk is megtörténhet, hogy egy ilyen vírus szabadul ránk. Most nem éppen a koronavírusról van szó, hanem annál sokkal rosszabb vírusok is léteznek. És mivel ugye olvad a jég a földön bizonyos okokból, ezért bármikor megtörténhet egy ilyen katasztrófa, reméljük, hogy nem következik be a mi világunkba. Ez szerintem nem elég. Próbáljuk meg, de elég. Gyorsan. Jó. Fölvette? Kapcsolt be. Jó, értem. Oké. Az arca leolvadt, mindjárt hányok. Hát én nem látom, hogy leolvadt, de tényleg leolvadt. Jó, tehát van egy gázmaszkunk. Hát ezt megpróbálom. Lekapcsoltam a... Igen. Lekapcsoltam a lézereket. Itt van egy fájdalomcsillapító. Hú, nagyon rosszul látni ebbe a maszkba. Mi is nagyon beszűkíti a látóteret. De... Most aztán... Ja. Most már nincs is. Mert fel se kellett volna húznom. Mária, azt hiszem a dobozban maradt gáz. Örülök, hogy nem jöttem hamarabb. Most megnézhetjük jobban is. Ó, Barnabás. Szépen elintézett ez a gáz. Hát itt ugye csak itt tudunk visszamászni. Nagyon fura hang. Ok vannak itt. Az mi? Mi ez? Ez volt a legjobb móka egész életemben. Na akart ijeszteni. Ez még nem jelent. Bundás barátunk. Remélem, hogy nincs a kölyük. Valami motoszkál itt. A fejembe? Motoszkál valami? Reméljük, hogy nem ütközünk semmi rosszba. Azt nem tudom, hogy mit nézni meg először a 3061-es ajtót. Bár nem is tudom, hogy hol van az a baj. Vagy menjünk be abba a mérgező gázzal teli helyre. Itt valaki az előbb. Remélem, hogy nem most akar majd jönni. Ki az? Feri, te vagy az? Hello, Feri! Hagyj engem békén, van itt valami? Szabáld fel, testvérem! Szabadíts meg minket! Na mi van, elment?
Hagyjál békén! Feri, hagyjál békén! Hihetetlen. Én meg akartam nézni, hogy van-e ott valami. Nincs egy szerűen ráidő. Gyorsan ide be. Nem melyik ez Feri nem bírja ezt a... Úristen, semmit nem látni. Konkrétan semmi. Ide nem jön be Feri. Hát... Reméljük, hogy itt nem hagytunk el semmit. Szart se látni. Füstöl. Itt kell még? Talán nem. Beragadt. Jó, hát akkor nem a 3600-es sajtot nézzük meg, hanem ezt a helyet. Feri elintézte nekünk a kergetőzésbe. Meg sem mozdul. Nem tudom, hol vagyunk. Talán a gépterembe lehetünk? Éget gumi. Utálom a szagát. Záró van, de a zár nem tűnik túl biztosnak. Aha. A motor nem üzemel. Hát mondjuk, próbálunk egy ilyet oda be. Aha. Szerintem ez nem működik. Az idő vasfoga és a folyamatos terhe is meggyengítette az ajtókeretet. Ja, hogy el lehet húzni. Ó, oh, valakinek a lábát látom már. Ó, oh, te jó ég. Nagyon morcos. Morcosan halt meg szegényke. Az én tenyerem nem fogadja. Ó, várjunk csak. Van egy ötletem, bár ez lehet, hogy kicsit csúnya lesz. Szerintem... Próbáljuk meg levágni a kezét. Nem éppen. Azt hittem. Úristen! Kitalálom. Egy fontos ember teste. És mi az? Te jó ég! Hát most... Kukac! Kukac! Nem fogadja el. Nagyon jó. Tudod... Mindent megadnék, hogy lássam, ahogy megéled a fog. Hát, most nem tudom, mit kell csinálni. Ennek a valaminek a gyomrában végezni még nekem is szar lenne. Van egy sejtésem, hogy mit kell tudom csinálni. Szerintem... Az ott. Pont nem volt jó, szerintem. Valószínűleg, hogy ezzel kell itt valamit kezdeni. Értem. Azt kéne meg kijátszani. Ez volt a megoldás. Meg kellett sütni a kábellal a...
Hát... Tudod, még most sem késő addig verni a fejed a falba, amíg össze nem esel. Talán könnyebb lenne, mint folytatni. Nem adjuk fel, nem adjuk fel. Tudod, az egyetlen dolog, ami erőt ad a folytatáshoz, az az, hogy amikor végre kitalálom, hogyan vessek véget ennek az egésznek, te is velem jössz. Gondolod te. Hát ez egy jó méretes kukac. Ugye, ó, itt a géz. Oké. Ugye... Bocsánat. Beszéltek itt ilyen szikla férgekről. Valószínűleg, hogy ő az egyik páciens. Úgyhogy most már itt mindenki. Mindenféle ellenség megtalálható, és mindenki az életünkre tör. Nagyon örül neki, és itt van egy mentési pont. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg, hogy ez a részt én most itt abba is hagyom. Még benézünk a fiókba. Aztán, ha valami van a gépen, azt már csak a következő részben olvassuk el. Valami exe fájlok, nem baj. Mentünk egyet is. Srácok, lányok, ez a rész ennyi volt. Még mindig bent vannak, még mindig bent vagyok, de nem akarok visszajönni. Egyre rosszabb a helyzet a lámpással kapcsolatban, úgy hallom. Na, sziasztok!